Gőzerővel készültek a színészek a Valentin napi koncertre a Vörösmarty Színházban. A Szerelem hullámhosszán című előadás idén is nagy népszerűségnek örvendett. Az erre való tekintettel hozták át a darabot a nagy színpadra. Az idei egy kicsit más, mint ami eddig volt. Eddig egy kisebb léptékű Valentin napi hangversenyünk volt. Eddig a Magyar Királyban léptünk fel egy kisebb zenekarral, de a nagy érdeklődésre való tekintettel idén már bejöttünk a Vörösmarty Színház nagy színpadára. Az érdeklődést jól jelzi, hogy gyakorlatilag telt ház van, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdekli ez az embereket ez a zene. Az est folyamán felcsendültek örökzöld slágerek és romantikus dallamok is, amelyeket a közönség együtt dúdolhatott a színészekkel. Az Alba Régia szimfonikus zenekart szólisták kísérték, többek között Fehér Adrien is színpadra állt, aki egyik kedvenc dalát hozta el a pároknak. Tavaly nyáron volt egy nagyon jó koncertünk az Alba Régia szimfonikusokkal, és ennek az együttműködésnek a következő gyümölcse ez a Valentin napi koncert, majdnem mindegyik szerelmes nóta, és én például az egyik kedvenc dalomat énekelem Barbra Streisandtól, a The Way We Were-t, ami a Redford és Streisand filmnek a betétdala volt. A fellépők mindent megtettek annak érdekében, hogy romantikus hangulatot varázsoljanak a színház falai közé Valentin naphoz méltóan. A Valentin nap alkalmával hangoznak fel ezek a dalok, és azt gondolom, hogy mindenki ezzel az érzelmi töltettel jön be az előadásra, úgyhogy nekünk csak fel kell ülni a szerelem hullámhosszára, és siklanunk kell együtt a közönséggel. Én szerintem azokat az érzelmeket, érzéseket, amik a dalokban benne vannak. A koncertet követően a szerelmeseket egy-egy pohár pezsgő és finom vacsora várta a színház kávézójában.